Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a mai videóban egy nagyon érdekes kis elméletet hoztam el nektek. Majd az elmélet elmondása után megnézzük azokat a képregényeket, amikor Pókember felfedte a személy azonosságát J. Jonah Jamesonnak, de előtte nézzük meg, hogy a filmekben tudhatta, hogy valójában kirejtőzik a maszk mögött. A 2002-es filmben Jameson Pókember feltűnése óta próbál normális képeket szerezni róla, ám ez eddig nem jött össze, ugyanis a legprofibb fotósa is mind kudarcot vallottak, egyszerűen nem tudják lencse végre kapni, ha igen, akkor is nagyon furcsa szögből és rossz minőségben. Majd egyszer csak az egyik napon beállít egy tinédzser srác, aki lehetetlen szögekből készít jó minőségű képeket a hálószövőről. Jameson nem hülye. Két opció van ez esetben. Vagy ez a srác a pókember, vagy fotókat hamisít. 20 éve dolgozik ebben az iparban, a fotóhamisítást nem nézi jó szemmel, és könnyen ki is szűri. A Pókember 3-ban bár bevetted, ott teljesen más volt a helyzet, ott már egy meglévő képet hamisítottak át, itt még ilyenről szó sincs, hiszen még csak egy kép se készült Pókemberről. A második részben kiderül az is, hogy Peternek azon képei például, amik nem a hálószövőről készültek, annyira nem jók, annyira nem tudja profin fotózni őket. Majd hirtelen a több gyengébb kép után ismét előáll egy lehetetlen szögből készített Pókember képpel. Oké, Jamesonnak látszólag nem tetszik, de tudjuk, hogy milyen a stílusa. Na de miért utálja ennyire őt? Ez az elmélet szerint nem utálja őt, pont hogy szereti, és majd nagyon érdekes lesz a képregény eseteknél is megfigyelni a reakcióját. Nyilván tudjuk, hogy a képregényekben ennek mi az oka, ha esetleg valaki nem, akkor majd az elmélet után rátérek. Az, hogy Jameson mennyire jó szívű ember ott legbelül, az is bizonyítja, hogy amikor Zöld Manó lerohanja a hírharsonát, akkor ugye Petert keresi, Jameson viszont nem akarja elárulni, hogy tudja, hogy ki ő, találkozik is vele, és jelenleg is az épületben van, sőt az életét kockáztatja és mutatja neki, hogy menjen szépen gyorsan ki, ameddig nem veszi őt észre. Azért hord róla el ennyi hazugság, mert egyszerűen ismeri Petert és bírja is. Látja az elkötelezettségét és szeretne neki kihívásokat adni azáltal, hogy hazugságokat terjeszt róla, ezzel is megakadályozva azt, hogy Pókember elszálljon magától, és így mindig igyekszik önmaga lenni, nehogy elhiggyék az emberek azokat, amiket az újság ír róla. Ezért is van az, hogy Jameson nem az igazi gonoszokról hoz le ilyen híreket, hanem Pókemberről, mert nem akarja, hogy önelégült legyen. Ezzel motiválja, na meg tudja, hogy az emberek, akikről általában rossz híreket mondanak, azokat gyakran szerethetik is, akár hősnek is nevezhetik, vagy nézhetik a rosszat. Ez egy ilyen fordított pszichológia. Nos, ez igencsak belemagyarázás, de szerintem nagyon érdekes megközelítés. Azonban a képregényekben tényleg vannak olyan esetek, amikor Pókember felfedi magát neki. Az egyik ilyen eset a The Speculator Spider-Man 6. számában történt, amikor is Pókember úgy döntött, hogy az egyik ellenségének, Jamesonnak egy óra korlátlan interjút biztosít. Itt beszélgetnek egymással nagyon jó hangulatban, és Jameson elmondja, hogy főként a problémája a maszkkal van, ugyanis fiatal korában őt kirabolták, és a feleségét is egy maszkos ember ölte meg. Így rossz emlékek fűzik a maszkhoz. Pókember természetesen próbálja ezt kompenzálni, és megmutatni Jameson, hogy amióta ő tevékenykedik, sokkal kevesebb lett a bűnözés, és ő igyekszik visszaszorítani a rossz fiúkat. Jameson bevallja ezután, hogy azért akarja gyűlölni Pókembert, mert hogyha ezt nem teszi, akkor úgy fogja érezni, hogy nagyon sok évet pazarolt el a semmire, és hinni akar abban, hogy amit csinált, az helyes. Pókember itt látja, hogy Jameson is egy megtört ember, sőt hasonlít is rá. Ő is mindent elvesztett. Pókember a beszélgetés végén úgy dönt, hogy felfedi a személyazonosságát, és megmutatja, hogy a maszk mögött nem más van, mint Peter Parker. A másik nagyon népszerű eset az a polgárháború eseményei során történt, amikor is Peter a regisztrációs törvény miatt felfedte, hogy ő Pókember. Ezt Jamesonék a tévéből figyelték, és egyszerűen nevetésben tört ki. Nagyon ideges lett, ugyanis úgy érezte, hogy el van árulva. Hiszen ha Peter a Pókember, akkor az nagyon sok erkölcsi kérdést felvet a hírhasonával kapcsolatban, hogy végig hazugságot terjesztettek róla. Ezért Jameson egyszerűen beperelte Peter csalásért. Végül ugye ezután következett az, amikor Peter, MJ és Mephisto egyességet kötött egymással, és mindenki elfelejtette, hogy Peter a Pókember. Erről a történetről már egyébként van egy videó. A végső univerzumban van még egy eset, amikor Jameson szemtanúja volt annak, hogy egy árvíz során Pókember mennyi embert megment. Jameson ez olyan hatással volt, hogy innentől kezdve hősként tekintett Pókemberre, és ő maga jött rá arra, hogy Peter van valójában a maszk mögött. Innentől megfogadta, hogy segíteni fogja Pókember munkáját. Ugye ez az Ultimate
Ultimate univerzum, és ebben az univerzumban meghal Pókember, és utána jön Miles Morales, és ezután Jameson minden erejével azon volt, hogy az új Pókembert Miles-t is segítse. Szerintem nagyon érdekes kis történetek ezek, hiszen azért Jameson nagyon szorosan kapcsolódik Pókember karakteréhez, és ilyen érdekességeket mindig jó tudni az ilyen karakterekről. Kommentbe írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy hogy érzitek, csatlakozzatok a csatornatagok közé. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!